2008-ban 134 községi bíróság szűnt meg Szerbiában. Előtte a főleg kisebbségek lakta községekben 14 ilyen szerv volt, amelyekből csak kettő alapfokú bíróság maradt Szabadkán és Novi Pazarban. A bíróságok és az ügyészségek székhelyéről szóló új törvényjavaslat meghozásával 34 helyett 66 alapfokú bíróság lesz Szerbiában. A Vajdasági Magyar Szövetség előrelépésnek tartja a javaslatot. Több hónapos tárgyalássorozat eredményeként, amit a minisztériumban folytattunk, a törvényjavaslatba belekerült az Óbecsei Bíróság újraalakítása, Törökbecse községgel együtt, és a Zentai Bíróság újraalakítása, azzal, hogy Szentához tartozna Ada is és Magyar Kanizsa is. Azok a községek nyernek a törvényjavaslattal, amelyekben a nemzeti közösségek többségben vannak. Azzal, hogy a bírósági egységeket drasztikusan csökkentik 102-ről 23-ra, nagyon sok olyan község lesz az országban, amely mindenféle igazságszolgáltatási egység nélkül marad. A VMS 9 módosítási indítvány nyújtott be a javaslatra. A Tisza mentének az új bírósági struktúrája a legsebezhetőbb pontja a teljes törvényjavaslatnak, mert hogy teljességgel indokolatlan az a helyzet, amely alapján a létrejövő Szentai Bírósághoz Ada és Kanizsa úgy tartozik, hogy egyik helyen sincs bírósági egység, ugyanakkor a Zentától néhány kilométerre lévő Csóka és a Magyar Kanizsától néhány kilométerre lévő Török Kanizsa, az pedig onnan több tíz kilométerre lévő Kikindai alapfokú bírósághoz tartozik. A Vajdasági Magyar Szövetség ezen kívül azt kéri, hogy Topolyán és Kulán is alakuljon alapfokú bíróság, Temerinben pedig ne szűnjön meg a bírósági egység.